Köszönöm a Heo podcast hallgatóit! Én Gutirita vagyok, vendégünk pedig járt már nálunk korábban. Kohári Szilvia az Egri Rév szembevedébetek segítő szolgálat intézményvezetője. Mivel mm, elég régen ismerjük egymást, tegeződni fogunk a beszélgetésben. Szia Szilvi! Szia Rita! Beszélgetésünk apropója pedig, hogy pár nap múlva, június 26-án egy világnap lesz. Milyen? A kábítószer elleni küzdelem világnapja. Kezdődik 26 és ennek az a legfontosabb célja, hogy felhívjuk a figyelmet az ezzel kapcsolatos munkára, és a drogfogyasztással kapcsolatos kérdések egy kicsit előtérbe kerüljenek. Mióta van ez a világnak? Mit lehet róla tudni? ez az ENSZ által hivatalosan hirdetett világnap, amit az ENSZ 1988-ban kezdeményezett. Magyarországon 1987 óta tartjuk, és hát minden évben az ENSZ egy hivatalos közleményben elmondja, hogy ebben az évben mit helyez fókuszban. 2023-ban a megelőzésre hívja fel a figyelmet és az egyenlő bánásmódra. Egy másik uh, időpont uh, is uh, érdekes most a ti szempontotokból, ha jól tudom, ezzel a világnappal összekapcsolódik a rév élete is. Hogyan? Hát én azt tudom mondani, hogy mi minden nap ezért dolgozunk, hogy uh, Egerben és Eger környékén minél inkább elérhető legyen a prevenció, minél több iskolában szeretnénk szolgáltatni, szeretnénk, hogyha a gyerekek, akiknek erre szüksége van egy egy jó... Uh, segítői folyamatot kezdhetnének meg itt Egerben. Elérhetők akarunk lenni a szülők számára is, és hát amire te gondolsz, az az, hogy 25 évvel ezelőtt, június 26-án kezdte meg a működését egy megnyitó ünnepséggel tulajdonképpen itt Egerben a rév. És meg is ünneplitek ezt az idén majd, ugye? Mikor? Október 19-én a Lajosvárosban fogjuk ünnepelni. Reményeink szerint egy olyan bensőséges megemlékezés lesz, amiben egy picit megismerhetik a résztvevők majd a rév életét. Segítsünk egy kicsit előre ismerkedni a révvel. Ugye 25 éve dolgoztok itt a városban. Kik azok, akik fordulhatnak hozzátok, hogyan, milyen csatornákon kereshetnek benneteket, milyen problémákkal, hol találnak meg benneteket? A Kolozsvári út 49 szám alatt működünk, és a honlapon minden elérhetőségünk fönn van. Hogyha valaki az egerrev.hu-ra rákeres, akkor ott nagyon könnyen több csatornán is el tud bennünket érni. Nem csak kémiai függőségekkel, hanem viselkedéses függőségekkel is foglalkozunk, és nem csak a közvetlenül érintett szerhasználókkal vagy függőkkel, hanem a családtagjaikkal is, illetve hát szoktunk dolgozni munkai közösségeken belül is. Uh -huh. Jellemzően uh, hogyan találnak rátok uh, maguktól? Jellemző az, hogy valaki maga jelentkezik nálatok, hogy segítséget kér, vagy mi az, ami... Uh -huh. Igen, hát a... Többnyire azt szokott történni, hogy Két, két lehetőség van. Először leginkább a hozzátartozók szokták észlelni azt, hogy nagy a baj, és hogy, hogy segítségre van szüksége a hozzátartozójuknak. Mi azt szoktuk mondani, hogy ők nyugodtan keresenek bennünket, amikor úgy gondolják, hogy, hogy segítségre van szükség. A hozzátartozókkal való munka az azért rendkívül fontos, mert így megérkezhet hozzánk az is, aki közvetlenül érintett és ezzel azt is elmondtam, hogy igen, önkéntes a jelentkezés minden esetben, és általában az a fajta szenvedés nyomás fogja ezt kiváltani, amiben a környezet már nem bírja elviselni tovább a, a megváltozott élethelyzetet. És milyen utakat tudtok kínálni a hozzátok fordulóknak? Milyen megoldások felé tudjátok őket terelni? Hát van egy úgynevezett első beszélgetés, ami egy segítői folyamatot előz meg, a segítői folyamatnak pedig mindig egyéni a kimenetele, lehet hosszú terápia, lehet, hogy valaki nálunk fel tud épülni ambuláns módon, lehet, hogy kórházi kezelésre van szüksége. Az a jó hír tulajdonképpen, hogy nekünk az országban rendkívül sok együttműködő partnerünk van, így aztán azt tudjuk biztosítani a hozzánk fordulóknak, amire a leginkább szükségük van. 25 év azért hosszú idő, sokféle történés megeshetett a révben a révvel. Hogy értékeled ezt a negyedszázadot? Sikeresek vagytok? Lehet ebben a munkában sikeresnek érezni magát az embernek? Lehet sikeresnek érezni, igen. Hát minden felépülő nap. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ha valaki 20-30 éve használ, akkor. Az első nap, amikor nem kell használnia, az egy csoda, és minden egyes további nap is ö, csoda. Nekünk pedig sikerélmény. Az, hogy ez a, ezek a napok száma meddig fog nőni, az egy közös munka eredménye lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból is sikeresek vagyunk, illetve hát még mindig vannak fejlesztési terveink, álmaink, és akkor szeretnénk tovább lépni. Úgyhogy én azt gondolom. Milyen van. álmaitok vannak elárulod <laughs> Hát. Ö, ö, nagy nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy a fiatalok számára még jobb szolgáltatásokat tudjunk biztosítani. Azt gondolom, hogy a, a megelőzés mellett a korai kezelésbe vétel a legfontosabb, úgyhogy ezen a vonalon szeretnénk tovább lépni. Egy dolgot még fontosnak tartanék elmondani, ugye amikor kábítószerről, kábítószer megelőzésről beszélünk, akkor a köznyelv nagyon sokszor tényleg a valós drogokra gondol, és nem gondol arra a hétköznapokban elfogadott, de szerintem drognak minősülő dologra, már mint az alkoholra, amit említetted ugye a fiatalokat, őket azért ez eléggé erősen érinti, érintheti. Ti mit tapasztaltok? Hát, ugye a kábítószer ez egy jogi kategória, a drog pedig egy olyan összefoglaló ö, kategória, amiben, amiben igen beleférnek az úgynevezett legális szerek is. Az alkohol és a migotina, a gyógyszer ez mind ö, legális ö, tudatmódosítószernek is ö, minősülhet. Az alkohol az mindig kiemelten, az alkohol használat mindig kiemelten jelentős volt a fiatalok, ö, mindennapjaiban. Azért van ez így, mert hogy ugye, ugye a legelérhetőbb szerről van szó, ami a számukra a legkézenfekvőbb. És hát eddig azt mondtuk, hogy nagyon Markánsan tapasztaljuk a, a fiatalok körében a rohamivást, és erről beszéltünk is a múltkori podcastben. Most pedig azt tapasztaljuk, hogy a rohamivás egyébként most már kitolódott, tehát a 30 éves kor környékén is ugyanúgy ö, tud működni. Én azt gondolom, hogy a beszűkülő anyagi lehetőségek, ezek ö, mindenképpen megváltoztatják a szórakozási szokásokat is, és ennek lehet ez a következménye. Ez ellen talán a legnehezebb küzdeni, mert nagyon sokszor ezt elfogadják, tehát úgy vannak vele, hogy át jó fiatal bulizzon, de azért nagyon könnyen bele lehet csúszni egy függőségbe. Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni az egyéni felelősséget, és hogy ezért lenne rendkívül és kiemelten fontos a prevenciós munka, mert itt nem arról van szó, hogy... hogy tiltással találkoznak, hanem egy olyan önismereti munkával találkoznak a fiatalok, amiben elgondolkodhatnak a szerhasználatról, és gondolkodhatnak arról is, hogy az alkohol használat az hogyan van jelen az életükben, és a barátai, baráti közösségeikben. Mert én azt gondolom, hogy a, a serdülői működés leg, egyik legmeghatározó eleme lehet az, hogy a, a saját közösségeik mit gondolnak erről, mennyire elfogadóak ezzel kapcsolatban, vagy mennyire elutasítóak, és hogy ő így aztán hogyan tud nemeket mondani. Uh -huh. Hát, ha mással nem, akkor ö, mi azzal tudunk segíteni, hogy beszélünk újra és újra beszélünk erről. Most éppen a világnak kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy ö, nagyon fontos a megelőzés, és még egyszer mondjuk el, hogyha valaki a környezetében, családjában azt tapasztalja, hogy segítségre van szükség, akkor hová fordulhat, hol találja meg az egri rév szenvedélybeteg segítő szolgálatot? Egerben a Kolozsvári út 49 szám alatt működünk, egy nagyon intim környezetben, tehát mindenkit biztatunk arra, nyugodtan jöjjön hozzánk, és a telefonos elérhetőségeink a honlapon megtalálhatók az egerref.hu oldalon. Telefonos kéréseidőpontot adunk, és segítünk eljutni. Segítetek, oké. Köszönjük szépen szépen, hogy eljöttél hozzánk, és a világnap apropóján beszélgethettünk erről a nagyon fontos témáról. Köszönöm szépen én is.